Köszönjük uralkodásodat! Köszönjük, hogy ez az uralkodás nem eltipró, hanem felemelő és szeretetteljes. Mi is így szeretnénk szeretni, hogy közben felemeljük a másikat hozzád, magunkhoz. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy te tudod egyen-egyenként, hogy éppen mire van szükségünk. Te tudtad azt is, hogy most ebben a környezetben, ebben a világban, ebben az országban, itt most szükségünk van a te szavadra. Vágyjuk azt az igét, amit naponta elkészítesz számunkra. Szeretnénk olvasni, hallani, szeretnénk érteni, hinni, és megcselekedni mindazt, amit vársz tőlünk a te szavad és útmutatásod által. Sokféle helyről érkeztünk erre a mai Isten tiszteletre. Különbözőek is vagyunk gondolatban, kinézetben, akarásban egyaránt. De egyek vagyunk abban, hogy testvéri közösséget alkotunk most ebben a szent templomban, hogy rád figyelünk, hogy imádkozunk, hogy énekelünk, hogy református keresztényeknek valljuk magunkat. Mennyei édesatyánk, áld meg ezt a mai Isten tiszteletet, ajándékozz meg minket majd ne csak a keresztség sákramentumával, hanem majd a lelki keresztséggel is, amikor hisszük és valljuk mindazt, hogy az Úr Jézus Krisztus értünk halt meg, hogy megszabadítson a bűnből, hogy egykor majd ne csak földi életünk legyen, hanem örök életünk is. Mennyei édesatyánk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Ahogy már hirdettük is hónapokkal ezelőtt, hetekkel ezelőtt, a mai Isten tiszteleti alkalom egy különleges alkalom is. Azon túl, hogy minden Isten tiszteleti alkalom ünnep is, de a mai napon keresztelések és konfirmációs fogadalomtétel is lesz. Ezért az alapige jóformán a keresztelésről szól. Az apostolok cselekedetei könyve 19. rész első 7 versét olvasom. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket Efézusba érkezett. Ott néhány tanítványra talált, és így szólt hozzájuk. Kaptatok-e szent lelket, amikor hívőké lettetek? Ők így feleltek, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Ezután megkérdezte tőlük, akkor milyen keresztséget kaptatok? János keresztségét, válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt, János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak és profétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mintegy 12-en voltak. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Az egyházi esztendőben, és ha most egy kicsit közelebb hozzuk az elmúlt heteket, hónapokat, az egyházi esztendő ennek a második részében, amikor azért kevesebb a templomos, vagyis a sátoros ünnep, ezekben a vasárnapi istentiszteleteken arról szólunk, hogy Isten hív minket. És nekünk felelnünk kell Isten hívására. Azt hallottuk, hogy ez a mi feleletünk egyfelől segítőkészség, irgalmasság legyen a másik felé, amikor Isten hívogat bennünket.
Irgalmasság, segítő készség legyen a fele barát felé, és ezt naponta gyakoroljuk. Másfelől pedig, amikor meghalljuk mi az Isten hívását, ami feleletünk, az legyen, hogy bizonyságot teszek az Úr Jézus Krisztusról. Vagyis lehet hallani, érteni a szavaimból, hogy kit vallok az én életem urának. Lehet látni rajtam, lehet egy-egy élethelyzetben megállapítani, hogy igen, ő egy Krisztushoz tartozó keresztény. Igen, feladatunk, szeretett testvéreim, mindannyiunknak, akik hisszük és valljuk az Urat, felmutatni a Krisztust. Azok felé, akik még nem ismerik, nem ismerhették, vagy még nem volt módjuk, hogy megismerjék a Krisztust. És íme, ezt követően, az elmúlt vasárnapokat követően, ma tehát, a Szent Háromság ünnepe utáni 7. vasárnapon arra nézve kaptunk útmutatást az igéből, hogy a mi bizonyságtételünk hogyan lesz teljessé.